Olvashatnak, sakkozhatnak és kézműveskedhetnek is a diákok a gyermekkönyvtár olvasótáborában, de a szervezők minden napra tartogatnak kinti elfoglaltságot, különleges programokat is. Ma például voltunk a tűzoltóságnál, tegnap... Ha jól tudom, bűvész tegnap, volt nálatok. Bűvész volt nálunk, és sok bűvésztrükköt is kaptunk. Pénteken kimentünk a térre, és ott óriás buborékot fújtunk, meg nagy ponyvával játszottunk, és ugyanez volt még csütörtökön is. A gyerekek nagyon szeretik a táborokat, mindegyikre sokan jelentkeztek. Lesz kézműves és tánctábor, valamint a színjátszó tábor sem marad el, és újdonsággal is készült erre a nyárra a művelődési központ. Az ászínjátszó tábor, ugye, amit Gáspár András színművész hozott, az nagyon népszerű, és nagyon várják már a gyerekek, illetve van egy új táborunk is, ez az idegen nyelvi tábor, ahol összesen 4 nyelvvel ismerkedhetnek meg egy hét alatt, illetve igazából a kézműves táborainkat is nagyon szeretik a gyerekek. A színjátszó és az idegen nyelvi tábor egyhetes lesz, és jövő hétfőn kezdődik. A néptánc táborba július 11-től várják a gyerekeket, aki pedig szeretné megismerni a fazekas mesterséget és különböző kézműves munkákat, július 25-től megteheti. A táborokban reggeltől délutánig van elfoglaltság a diákoknak. 8-tól 4-ig azért itt vannak, van, amelyik tábor tovább tart. Ugye például most van a zenetábor, egy időben az olvasótáborra, ők például 5-ig vannak minden nap, úgyhogy ez egy kicsit hosszabb ideig tart. A művelődési központ mellett a Fiatal Alkotók műhelye, a CVS-e, a Kalandpark, a Református Egyházközség és a Fületanya is várja a diákokat, hogy minél vidámabban, tartalmasabban teljen a vakáció. Én lehet, hogy megyek ide a táborba, ott német órák lesznek nekem. Ökotáborra megyek, aminek az a lényege, hogy ma is hát ott különféle kirándulásokra, egerre, szarvasra megyünk, és még tornatáborra megyek, mert tornázok. Elég nagy a szórás a táborok árai között, de a tapasztalat az, hogy a szülők nagy hányada, ha többre nem is engedi meg az anyagi lehetőségük, egyhetes táborba mindenképpen beíratják a gyermeküket. A táborok listája a Hírmondó holnap megjelenő számában is megtalálható lesz.